Újabb cég fejleszt az ipari parkban. A DAB telephelyén készülő új 5000 négyzetméteres munkacsarnokot tegnap a város vezetősége is megnézte. A vízhivattyúk gyártásával foglalkozó cég mintegy 8,5 millió eurós beruházásból bővül a másfélszeresére. Ahogy a vezetőkkel beszéltem, folyamatosan terveznek előre, de most egy nagyon hosszú folyamat egyik állomásán vagyunk, hisz ha jól emlékszem, 2013-ban nyitotta meg az első csarnokát a DAB itt Nagykanizsán. Egy hosszú előkészítő munka után 2013. októberre, novemberében voltunk és adtuk át azt a csarnokot, és akkor azt ígérték, meg az előzetes tárgyaláson is az akkori olasz vezetők is, a jelenlevő, most is itt levő egyik vezető, hogy ezt folyamatosan bővítik, 5000 négyzetméterről 10000 négyzetméterre, aztán 15000 négyzetméterre fogják azokat a csarnokokat növelni, ahol a termelés folyik, és úgy néz ki, hogy betartották az ígéretüket, mert eljutottunk odáig, hogy most már 15000 négyzetméteren vannak jelen, ebből 10000 négyzetméteren láthatjuk termelés folyik, és most telepítik az új gépeket, teljesen új gépeket, arra, hogy a termelésüket új termékekkel is nagyobb mennyiségben tudják gyártani, de már a bemutatón, a bejáráson, a következő években megvalósítandó tervekről is szót ejtettek. Én azt hiszem, hogy Nagykanizsának egy siker beruházása ez a olasz beruházás itt Nagykanizsán, több mint 100-an dolgoznak, az olaszok teljesítették azokat az ígéreteket, amit vártak, és egy nagyon komoly termékeket, minőségi termékeket gyártanak saját nevük és más név alatt is, amelyiket a háztartásokban tudnak használni. Úgyhogy én örülök annak, hogy ez a cég annak idején kifejezte szándékát, hogy Nagykanizsára jönne. Úgy látom, hogy a cég vezetői is elégedettek a nagykanizsai környezettel, és hát remélem az, hogy majd a létesítendő, feltárandó új ipari park részeken is hasonló komoly beruházások jönnek, amelyek szépen lassan, fokozatosan építenek és fejlesztenek, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy hosszú távon terveznek Nagykanizsában, hisz ez a cég, a DAB, azt lehet látni az itteni beszélgetések eredményeképpen, hogy hosszú távon tervez Nagykanizsán, ami azt jelenti, hogy sok embernek fog biztos munkahelyet jelenteni az itteni munkavégzés. Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő kifejtette, hogy még polgármesterként látogatott ki Padovába, a cég központjába, hogy felkeresse a Közép-Európa felé terjeszkedni vágyó DAB vezetőségét. Egyfajta akkori helyzet is segített bennünket, meg az, hogy volt néhány olyan ember Nagykanizsán, aki az olasz cégekkel kapcsolatban volt, vagy azért, mert maga is olasz volt, és már egy másik beruházás kapcsán itt dolgozott Nagykanizsán, vagy olyan nagykanizsai szakember, aki ezekkel az olaszokkal kapcsolatban volt, és tulajdonképpen egy lehetőséget, akkoriban én voltam a polgármester a városnak, egy lehetőséget villantottak föl, hogy mi lenne, hogyha ezt a céget, amelyik egyébként Közép-Európában telephelyet keres magának, megkeresnénk, hogy Nagykanizsa a letelepedésre, a beruházásra egy kiváló hely. Így történt meg a kapcsolatfelvétel, elmentem Pádovába, a cég központjába, utána az akkori elnök néhány munkatársával eljött Nagykanizsára, tájékozódtak, elmondtuk azt, hogy milyen lehetőségek vannak Kanizsán, mik az előnyei ennek a városnak, sok hála Isten sok előnyt tudtunk felsorolni, és tulajdonképpen, ha jól emlékszem, másfél év múlva csarnokot avattunk, tehát köszönhető annak, hogy voltak lokálpatrióta nagykanizsaiak, akik támogatták ezt az ötletet, és az elindításban segítkeztek. Volt olyan vállalkozó, olasz vállalkozó, akinek már jó tapasztalata volt a nagykanizsai munkájával kapcsolatosan, és a nagykanizsai beruházásával kapcsolatosan, és ezt a kapcsolatot sikerült, miután Nagykanizsa sok szempontból beruházások letelepítésére nagyon jó helyszín, szakértelemmel rendelkező dolgozók vannak itt, logisztikai szempontból, földrajzi szempontból kiváló, és infrastruktúra ellátottság szempontjából kiváló helyszín Nagykanizsa. Ezért az olaszok úgy döntöttek, hogy Nagykanizsát választják, és hát remélem, hogy ez a beruházás, amelyik most már a jól számol 6 éve működik itt Nagykanizsán, újabb példa arra, hogy érdemes Nagykanizsán befektetni, érdemes idejönni beruházni.